Miklós ügyvezetőt köszöntöm a Balaton Televízió nevében. Legyen szíves, mondjon pár szót a klub történetéről. 1951-ben alakult a Lombikesen éven a Veszprémi kosárlabda szakosztály, és ennek a klubnak volt a kosárlabda szakosztálya. Aztán utána, ahogy teltek az évek, fejlődött a kosárlabda is itt az egyetemen, és a 70-es évek elején 2 éven keresztül volt NB1-es tagsága a klubnak. Aztán utána a 80-as évek elején váltották meg 2-szer szintén, de csak 1 évre az első osztályú helyet. Aztán 1994-ben alakították át a magyar bajnokságot, akkor kezdődött el ez, hogy nem NB1 és NB2, hanem NB1A és NB1B felosztásra került a bajnokság. Na most mi akkor 1994-ben NB2-ből akkor jutottunk fel az NB1B bajnokságba. Azóta NB1B bajnokságban játszunk, azóta 2 ezüstérmet sikerült szereznünk, 1. helyet, és talán azt hiszem, egy bronzérem is volt. De hát nevezhetjük azt, hogy 94-től gyakorlatilag egy újkori, a veszprémi kosárdezes újkorát, legújabb korát élhetjük. Ennek ez lenne a legnagyobb sikere. Eddigi legnagyobb sikerét az februárban elértük, amikor Hepkupa győzelmet szereztünk, ami a másodosztálynak kiírt magyar kupának számít. És illetve hát most lesz a legnagyobb sikerünk, hogyha megnyerjük a bajnokságot és A-csoportos jogot szerzünk. A Hoya Pannon Egyetem Veszprém most az oroszlány esevel játssza a döntőt, ami a bajnoki cím mellett az élvonalba való feljutást is jelentheti. Mire számít a mai mérkőzésen? Mire számít? Csak győzelemre. Tehát ezért dolgoztunk egész évben, és ezt 28-szor megkérdezték már tőlem, hogy mire számítunk. Értelemszerűen sportolóként, sportvezetőként egy ilyen döntő előtt, hát semmi más nem számíthatnék, mint győzelemre. Mennyire lepte meg az, hogy az oroszlány csapata jutott tovább az elődöntőből, és nem a tavalyi még A-ligás budapesti MAFC? Meglepett. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem a macot vártuk, vagy legalábbis én nem a macot vártam. Ettől függetlenül ők vannak itt, ők érdemelték ki azt, hogy döntőt játszanak. Velük kell megmérkőznünk, nagyon komoly csatára számítok, nagyon jó szerkezetű csapat, nagyon jó játékosokból áll, mindenféleképpen nagy küzdelem lesz. Feltűnően borostás a csapat. Babonából nem borotválkoztak a srácok? Ez már nem borost, ez már szakál. Egyébként, és igen, amikor elkezdődött a rájátszási szakasz, akkor mindenki megfogadta, hogy a bajnokság végén fog majd borotválkozni. Úgyhogy most szakállal vágunk neki, remélem, hogy felfestik a fekete csíkokat is, és akkor még rémisztőbb lesz a csapat. Alkalmas a tornaterem arra, hogy A-csoportos mérkőzéseket is itt rendezzenek? Szerencsére végeztünk olyan átalakításokat az elmúlt évek során, ami már elegendő ahhoz, hogy ha más nem ideiglenesen alkalmas legyen a A-csoportos mérkőzés rendezésére. Egyébként hozzáteszem, hogy egy ilyen döntő megszervezése egyenértékű egy A-csoportos mérkőzés megrendezésével, úgyhogy a válaszom igen. A döntő 2 győztes mérkőzésig tart. Mikor kerül sor a folytatásra? A következő mérkőzés a szerdán lesz, az a 22-én Oroszlányban, 19 órakor. Ha a 2 mérkőzés alatt nem dől el, ahogy ki nyeri a bajnokságot, akkor pedig 25-én szombaton ismét itt fogadjuk a Vetési Gimnáziumban az oroszlány csapatát.
Az oroszlány csapatának én úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészültek, agresszívan védekeztek. Mi se fejbe, se agresszivitásban nem voltunk jelen a mérkőzésen, gondolom se a támadásunk, se a védekezésünk nem úgy működött, ahogy annak működnie kellett volna. Nyilván ez ugye az OSE is hozzájárult, még egyszer mondom, nagyon jó volt a védekezésük. Mi meg teljesen puhán játszottunk, teljesen szétesett a támadásunk, illetve a védekezését. Megpróbáljuk megtalálni az okait. From the start of the season. Az egész szezon során ugyanúgy folytattuk a felkészülést a tabella utolsó csapata ellen is ugyanúgy készültünk, ugyanezt folytattuk a rájátszásban is, és ez a munka, amiből itt tartunk. Játékról játék, meccsről meccsre. Continue in same rhythm. We had a good támadásunk volt, határozott volt a védekezés. Disciplined on defense. Meg is lepett minket, meg nem is. Szóval megnéztük, videóztunk belőlük, tudtuk, hogy jól védekeznek, látszott a Mavszelni párharcon is, de más volt, hogy a bőrünkön tapasztaltuk, hogy tényleg jól védekeztek és belehajszoltak minket olyan idézőjelben hülyeségekbe, ami nem volt ránk jellemző. És abszolút gratulálok az oroszlánynak, és nagyon sajnálom, hogy ilyen szép számú közönségnek ezt tudtuk mutatni sajnos, de mi azon leszünk, hogy szerdán nyerjünk és szombaton újra megpróbáljuk. Az oroszlánynak és nekünk is ugyanannyi időnk van. Én nem hiszem, hogy változtatnunk kell bármin is. Ami egész évben működött, ugye egy kicsit félve is tartottam, hogy egyszer lesz egy olyan, amikor valami nem működik. Na most ez pont eljött. Én úgy gondolom, hogy ha a srácok hisznek abban, amit csináltunk egész évben, amit jól csináltak, és csapatként próbálunk oroszlánba kosárlabdázni, akkor lehet esélyünk. Ha nem, akkor sajnos gondolom, hogy akkor az oroszlány fog nyerni, de nyilván azon leszünk, hogy ezt megpróbáljuk megnehezíteni. Szeretném meggratulálni a Veszprémnek a nagyon jó alapszakaszbeli teljesítéséért, tehát ez nagyon domináns volt. Nem várunk könnyű meccset a következő mérkőzésen, ugyanúgy minden labdáért harc fog folyni, még jobbnak kell lennünk, mint a mai napon ahhoz, hogy be tudjuk fejezni ezt a szériát. A döntőben résztvevő két csapat, mind a kettő megérdemelten szerepel a döntőben, ez nem egy véletlen, hogy ez a két csapat a résztvevője ennek a párhasznak.